Szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket! Ma a mai evangéliumot Szent Máté könyvéből olvasom. Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek, erről mi a véleményetek? Egy embernek két fia volt, oda ment az egyikhez, és így szólt hozzá. Fiam, menj ki ma és dolgozz a szőlőben. A fiú azt válaszolta, nincs kedvem, de később megbánta, és mégis kiment. Oda ment a másikhoz, és annak is szólt, az így válaszolt, szívesen, uram, menni azonban nem ment. Kettőjük közül melyikük teljesítette az apa akaratát? Azt felelték az első. Kedves tévénézők, kedves testvérek, a példabeszéd, amit itt most felolvastunk és hallottunk, ez úgy az Izrael népének szól, mint a pogányoknak is. Vagyis láthatjuk azt, hogy a pogányok megtagadták Istent, de majd, amikor megértették, megismerték az Istent, akkor elfogadták. Ellenben a zsidók azok ismerik a szövetséget, elfogadták a szövetséget, elfogadták a törvényeket, de azt csak emlegetik, és nem igen cselekszenek az szerint. Ha személyekre bontjuk le ezt az evangéliumi részt, akkor is megérthetjük, hogy egyes emberek is vannak, akik lelkesedéssel kapják meg a hitet, és van szalmalákként el is lobban belőlük, ha pedig Istennek kéne szolgálni, akkor nem nagyon értik, vagy nem nagyon akarják megérteni, hogy mi is az ő feladatuk. Miért? Hát elsősorban azért, mert az emberben akkor is és most is általában a kényelem győz, az önzés győz, tehát nem igen akarunk másokért tenni. Még adni adunk valamit, még adományozásnak nevezzük, de hát ez nem sok segítség. Sok bűnös azonban, mikor magára eszmél, fölismeri a bűneit, és bűnbánatot tart, akkor a bűnbánattal visszatér Krisztus útjára. Tehát érthetjük ezt személyekre lebontva is. Még visszatérve az evangéliumi részhez, vannak az elbizakodott írástudók, és azoknak is szól ez a figyelmeztetés, hogy akik tudatlanságok miatt, akiket az írástudók a tudatlanságok miatt, a gyarlóságok miatt lenéztek, azok valójában megtérve meg fogják előzni őket Isten országában. Ezt is meg kell értenünk. Amen.